Hát nagyon jó, igaz? Ágoston Andrea, a program egyik résztvevője, éppen azt mutatja, hogy kislányát, Kingát milyen egyszerűen hátára tudja venni a hordozókendővel. Andrea ezzel a technikával fogja megismertetni a programon résztvevőket, hiszen ő 3 gyermekével azt tapasztalta, hogy sokkal kiegyensúlyozottabbak a babák, ha érzik anyukájuk közelségét. Egy nagyon szoros kapcsolat kialakulását segíti elő a hordozókendő, édesanyja és gyermeke, illetve hát mivel apukák is hordozhatnak, édesapa és a kisbaba között is. Aztán a mindennapokat megkönnyítő előnyéről beszélnék, hogy aki tömegközlekedik, hát ezzel villámgyorsan fölszáll, leszáll a buszra, villamosra, mindenhova a otthoni házi munka ellátását. Nagyon megkönnyíti ez a dolog, hogy hordozom, és akkor tudom, hogy velem van. Ő csúszott-mászott, tehát ő nagyon sokat mászott. A szervezők fő célja, hogy sokféle szempontból bemutassák, mekkora csoda, ha egy családban gyermek van. Ezért is lesz ott hétfőn Gergő Katalin, aki gyermeknevelési tanácsokat ad majd. Családterapeutaként egyébként azt tapasztalja, hogy sokszor ott hibáznak az emberek, hogy elbeszélnek egymás mellett. Nagyon jó otthon lenni a babával, vagy nagyobb bacska gyerekkel, de ebbe el lehet fáradni. Ki lehet fáradni, és ez szabad legyen az anyukának, vagy apának, aki éppen foglalkozik a gyerekkel, elmondani, hogy van időszak, amikor elfáradtam, van, amikor igazából szeretnék valami mással foglalkozni. Ezt a hiányt szeretném én akkor pótolni, amikor dolgozom ilyen csoportokkal. Nagyon ügyes vagy! Aki tehát hétfőn úgy dönt, hogy a Szent István Művelődési Házban tölti a napját, nem fog csalódni, hiszen játékbemutató, babamama torna és babamasszázs is lesz. És persze az egész nap arra, hogy a családok együtt tölthessék az időt.